A Vasvári Pál általános iskola testnevelés tagozata hatalmas sportág választékkal várja a leendő kisiskolásokat. Nem csak azokat várják, akik már megtalálták azt a sportot, ami számukra megfelelő, azokat is szívesen látják, akik még keresgélik, miben is jók igazán. Mi egy sporttagozatos általános iskola vagyunk. Igazából ez abban különbözik a többi iskolától, mi a SIOSZ által támogatott iskola vagyunk. Igazából ugyanúgy 5 óraszám van egy héten testnevelésből minden osztályban. Mi abban különbözünk, hogy van A és B osztályunk, akik a tagozatos osztályok. Ez abban tér el a többitől, hogy ők kapnak felmentést 2 óra szám alól, mivel mindennapos edzésük van. És így, hogy ők ezt kiválthassák, mert ez rengeteg sok munkát okoz nekik, ők ilyenkor erről a 2 óráról igazoltan hiányozhatnak, természetesen edzés miatt. Amiben még különbözünk, hogy az alsóban van egy plusz sportágválasztó óránk, ezt a gyerekek nagyon szeretik, ez is benne van a kerettantervünkben, ellenben ez nem az átlagos nemzeti tanterv szerinti testnevelés órát takarja, hanem egy sportágakat bemutató, egy kicsit a sportágválasztásra irányuló óra, illetve felsőben pedig sportetikával egészítjük ki a sportoló diákoknak a tantervét, ami nagy segítséget nyújt nekik, nagyon-nagyon sok eredményt elértek a diákjaink, nagy örömünkre, illetve az ő örömükre is. A diákolimpiákon is részt veszünk, illetve vannak házi bajnokságok, városi bajnokságok. A házi bajnokságainkban főként a foci, ami kiemelendő, mert azt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon szívesen megmérettetik egymást a különböző A és B és C osztályok egymással, úgyhogy ezt nagyon szokták élvezni. A fiúk és a lányok is egyaránt részt vesznek a fociban, és eredményesek. A városi bajnokságokban is a focit emelném ki, a suli focit. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon sokszor viszi őket a kollégám, és nagyon jó eredményeket érnek el. Nyilván ehhez az ő munkája is nagyon-nagyon sokat hozzátesz, de egyben az edzőiknek a munkája is hozza ezeket az eredményeket. Úgy próbáljuk felosztani egymás között a munkát, hogy ne egy valakire háruljon nagyon-nagyon sok, hogy felosztottuk, hogy a diákolimpiáknál ki melyik sportágat vinni, a nevezés, az utaztatást, az egyéb dolgokat, a lelki készítést azt kivállalja. Nyilván nekünk nagyon-nagyon nagy segítség az egyesületek munkája, amit az edzők hozzátesznek a gyerekekhez. Nyilván ezt a sportág specifikus részt inkább ők, mi pedig mind, amit az iskolába hozzá tudunk tenni, azt igyekszünk megtenni, és úgy gondoljuk, hogy úgy a legeredményesebb, hogyha ezt felosztjuk egymás között. Így a floorball külön van, a foci külön van, a torna, az úszás külön van, úgyhogy ezeket tudjuk így egymás között megosztani, hogy minél eredményesebb legyen az iskola. Illetve ami még így fontos, és az első kérdésedhez hozzáfűzném, hogy miben más a mi iskolánk, mint egy másik általános iskola, hogy a B-osztályok olyan figyelmet kapnak, hogy 2 testnevelő tanár tanít egy órát, osztva vannak a gyerekek, csapatsportágakról beszélünk, így egy órán 2 testnevelő tanár foglalkozik a gyerekekkel. Minden gyereket nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk, minden osztályunkban van csapatsportos, egyéni sportoló, illetve olyan is, aki még nem sportol, a C-osztályunk az igazából egy olyan osztály, ahol nem kötelező a sport, viszont nekik a heti 5 napos testnevelés, illetve nálunk minden év folyamon van úszás, úgyhogy én azért is ajánlanám ezt az iskolát. Rengeteg sportágban jeleskednek a tanulók, mind egyéni, mind csapatsportokban. Vannak tornászok, úszók, vízilabdázók, floorballosok, sakkozók, sőt még íjászok is. Az iskolában szinte minden sportot ki tudnak próbálni a kisdiákok, hogy megtalálják azt, ami leginkább illik hozzájuk. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!